Sziasztok! Üdvözöllek titeket ebben az új horgolóiskola videóban, mely egy nagyon aranyos csűsállat hoztam nektek, félpálcákból horgoltam ilyen víjöltéses mintával, nagyon gyorsan és egyszerűen elkészíthető. Ezt egyszeresen hordjuk a nyakunkban, ezen a részen itt össze van horgolva a sál két vége. Most akkor megmutatom nektek a fonalat, a tűt és a minta pontos elkészítését. Jó szórakozást a videóhoz! Nos, kezdjünk is hozzá, a Woolly Hugs Sheep nevű fonalával fogok dolgozni, extra finom merino fonalból van, 50 g-os és 110 méteres a gombolyag, a színkód a 72-es. Ez egy ilyen sötétebb mentaszín, tehát egy zöldes árnyalat, ami nekem nagyon tetszik. 5 és feles, 6 és feles tűt ajánlanak hozzá, és most kivételesen én is a címkén szereplő tűmérettel fogok dolgozni, egész pontosan a 6-os tűmet fogom használni. Itt is van. 50%-ban gyapjúból, 28%-ban pamutból és 22%-ban poliamidból áll. Először is kiveszem a címkét a fonalból, és egy láncszem sorral kezdem majd a munkát, mégpedig páros számú láncszemet fogok felvenni. Nálam ez 20 darab láncszemet jelent majd, és egy kicsit több fonal jött ki, mint amennyinek kellett volna, de nem baj, úgyis elhorgoljuk az egészet. Megkeresem a fonal végét. Rendben, meg is van, felveszem a fonalat a tűre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 és 20. Ezután kihagyom az első két szemet a magasság miatt, és a tűtől lévő harmadik szembe leöltve horgolok egy fél pálcát, tehát ráhajtom a fonalat a tűre, három húrok van a tűn, és áthúzom a fonalat mind a három húrkon. Majd jön egy láncszem, és megint ráhajtás, leöltés, és áthúzom mind a három húrkon. Itt lent kihagyok egy szemet, a következő szembe megint egy fél pálcát horgolok, majd jön egy láncszem, és még egy fél pálca ugyanabba a szembe. Ezután lent megint kihagyok egy szemet, jön egy ráhajtás, leöltök a következő szembe, horgolok egy fél pálcát, majd egy láncszemet, és még egy fél pálcát. Eddig így néz ki a munkám, bontok még le egy kevés fonalat. És már megyek is tovább, kihagyok egy szemet, a következőbe pedig jön egy fél pálca, majd egy láncszem és egy fél pálca ugyanabba a szembe. Lent kihagyok egy szemet, jön egy fél pálca, egy láncszem és egy fél pálca. Tehát fél pálca, láncszem, fél pálca. Lent megint kihagyok egy szemet, és utána megint fél pálca, láncszem és fél pálca. Fél pálca, láncszem, fél pálca. Jelenleg így néz ki a munkám, és még ide is jön egy fél pálca, egy láncszem, és egy fél pálca. És még egyetlen egy szem van, abba is egy fél pálcát horgolunk. Ez megfeleltethető a sor elejé két láncszemnek, amit kihagytam. Jelenleg így néz ki a munkám, jó széles, és most megmutatom nektek a második sort. Felveszek két láncszem magasítást, megfordítom a munkámat, és most az előző sor két darab egyráhajtásos pálcája közé, a láncszem köré horgolom meg ugyanazt, tehát fél pálca, láncszem és fél pálca. Nagyon egyszerű a dolgom, mert a láncszem köré horgolok, így gyorsan lehet haladni.
Persze arra figyelni kell, hogy ne csúszson le a fonal a tűről. Rendben. Itt láthatjátok, hogy lent van két darab félpálca, és azokon van rajta a következő két félpálca. Így nagyon jó szellős lesz a minta. Nos, hol voltam még egy pár sort, most pedig megmutatom nektek, hogyan fejezek be egy sort. Már most nagyon jól felismerhető a minta. Leöltök ide a láncszem köré, horgolok egy fél pálcát, egy láncszemet, és még egy fél pálcát. És itt van még egy láncszemsor, e köré leöltve horgolok egy fél pálcát. És így már kész is vagyok ezzel a sorral. Tehát két láncszemmel kezdem a sort, minden láncszem köré horgolok két darab félpálcát, köztük egy láncszemmel. Meg is mutatom most nektek, tehát két láncszem, megfordítom a munkámat, leöltök ide köré, félpálca, láncszem, félpálca. És most így folytatom a munkát egészen addig, amíg a sor végére el nem érkezek, és lezárom a sort a láncszemsor köré leöltve egy félpálcával. Időközben elhorgoltam a gombolyagnak körülbelül a felét, ennyi fonalam maradt még, mindjárt megmérem a munkámat. Ugyebár duplán kell számolnunk, mert kb. Ugyanennyit horgolok még. Így körülbelül olyan 70 cm-es lesz majd a sál. Utána pedig lezárom az egészet egy csősállá. Egy kicsit összefogva hordjuk, így több rétegben fekszik majd a nyakunk körül. Itt láthatjátok még egyszer ezt a szép mintát, itt vannak a félpálcák, amik egymásba kapaszkodnak, nagyon jól néznek ki. És ahogy mondtam is, még horgolok tovább. Nos, már majdnem teljesen elfogyott a fonalam, ennyire kevés maradt ki, ez már nem lenne elég egy újabb sorhoz, viszont ahhoz még pont elég, hogy összehorgoljam a sálat csősállá. Most azt csinálom, hogy egymásra teszem a sál két végét, így, rendben, úgy teszem le, hogy a munkaszál a jobb oldalon, a sál felőlem lévő végéből vezessen ki. Így majd jobbról balra fogok tudni horgolni. Egymásra teszem a sál két végét, felveszem a fonalt a kezemre, és átöltök egyik oldalon, másik oldalon, leöltök, tehát áthúzom a fonalat, így szépen összekötöm a sál két végét, mindenhol egy-egy kúszó szemmel. Nagyon egyszerű és gyorsan megy, nem is kell hozzá túl sok fonal sem szerencsére. Leöltök a szembe az egyik oldalon, másik oldalon is kúszó szem. Ennyire egyszerű. Rendben, elértem a másik oldalra, most már kihúzhatjuk teljesen a fonalat, mert már nem maradt belőle túl sok, és ezzel meg is vagyok. Itt látható az összehorgolt rész, most kifordítom, hogy a tényleges külső oldala legyen kívül. Itt van egy ilyen kis bemélyedés, de szinte egyáltalán nem feltűnő. Így néz ki tehát, egy kicsit redőzve hordjuk, kényelmesen a nyakunkra tudjuk húzni, nem túl szoros, de nem is túl bő. A lyukaknak köszönhetően egy kicsit szellős a minta, de azért egy kicsit melegít is, szóval hidegebb estékre nagyon jó.
aranyos, gyorsan és egyszerűen elkészíthető, és szép a mintája is. Remélem, hogy tetszett nektek ez a horgolási útmutató, ha tetszett, akkor kattintsatok a tetszik gombra, iratkozzatok fel a csatornámra, és kattintsatok a kis csengőre is. Hamarosan újra jelentkezem, sziasztok!